Az ember tragédiája a tankönyvek szerint Madách Imre legismertebb műve, sokak szerint meg az egyetlen ismert műve, amely ettől függetlenül első megjelenése óta a magyar drámaírás egyfajta szimbólumává vált. Hogy méltán-e vagy sem, az egy másik szeminárium témája. Az minden esetre tény, hogy a tragédia talán a legtöbbször színpadra állított darab Magyarországon. Pedig a történet nem indult egyszerűen, már a motivációt illetően sem. Hiszen Éva alakja például azért nem kifejezetten szimpatikus a darabban, mert Madách alapvetően a feleségéről formálta meg, akitől elvált, mert amikor Madách támogatta az 1848-as eseményeket és börtönbe vetették, felesége fogadta régi udvarlóit, Madách pedig emiatt komolyan csalódott a nőkben. A személyes csalódás mellett a tragédia létrejöttének elsődleges forrása az 1850-es, 60-as évek fordulójának kettőssége volt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása fölött érzett általános csüggedés végén és a kiegyezés fellendülést hozó évtizedének kezdetén született. Ennek tudható be a mű ellentmondásossága, az optimizmus és a pessimizmus közti csapongása. Madách 1859. februárjában kezdett az íráshoz, és 1860. március 26-án tekintette késznek a darabot. Barátja Szonták Pál rábeszélésére megküldte az egyetlen létező kéziratot Arany Jánosnak, aki beleolvasott, aztán bevágta a fiókba, mert azt mondta, hogy egyrészt Goethe Faustjának utánzása, másrészt a darab a teremtőt egy munkájára önelégültséggel tekintő mesteremberként mutatja be. Hónapokkal később mégis végigolvasta a tragédiát, és rájött, hogy elhamarkodottan ítélt, úgyhogy segítő szándékkal itt-ott bele is javított a kéziratba, egy 2005-ben lezárt filológiai-grafológiai vizsgálat szerint mintegy 5718 alkalommal. Ezek persze főleg stilisztikai és helyesírási változtatások voltak, így a tragédia gondolati szerzőjének mindenképpen Madáchot kell tekintenünk. A születésétől eltelt idő alatt a darab kapott hideget-meleget. Magyarországon különböző okok miatt többször is betiltották, de közben lefordították például angolra, franciára, németre és a környező országok nyelveire is. Készült belőle rajzfilm, hangjáték, tévéjáték, hangoskönyv, opera és nyilván számos színpadi feldolgozás, jellemzően az adott korszak legnevesebb színészeivel. Szóval úgy tűnik, az ember tragédiája minden nemzedékhez megtalálja valahogy az utat, akár nyomtatott, akár színpadi, akár filmes, akár digitális formában. Lehet, hogy egyszer számítógépes játék is lesz belőle, még mielőtt 4000 év után a nap kihűl.